Hát maga ez a kiszabadulós játék, ez köztölt ez ugye maga az alapötlet, az ugye nem tőlem származik személy szerint. Ez korábban egyébként ugye online már egy működő dolog volt elég régóta, és most egy-két éve indult el ez gyakorlatilag ugye Budapestről. Most már ugye több cég foglalkozik ilyesmivel. Mi decemberben nyitottunk, mi lettünk ugye a legnagyobbak. Ugye mi 6 pályával rendelkezünk, 400 négyzetméteren, illetve hát ugye kiszolgálóhelyiségekkel, konferenciaterem, tehát ugye egyéb több más dologban is tudunk pluszt adni. A csoportunk totális pánik uralkodott el. Nem tudjuk, hogy egyáltalán kijutunk-e innen élve. Az időérzékünk teljesen felmondta a szolgálatot. Én azt hiszem, meg fogom enni az egyik társamat. Most vége. Eddig 6 éves kisgyermek volt a legfiatalabb játékosunk, és nagyságrendileg 70 környéki nagyszülő is volt már. Azt mondom, hogy a 6 éves kisgyermek nyilván a kiszabaduláshoz effektív, azért olyan sokat nem tud hozzátenni, de nagyon élvezi magát az egészet. Azt gondolom, hogy a 13-4 éves kortól tudnak akár önmagukban is kis csapatban kiszabadulni, az alatt nyilván szülői felügyelettel, és ott inkább csak tényleg az élmény része az, hogy egy egyedi környezetben játszhatnak egy órát. Ali, nem tudom, mit terveztek meg benne ezzel a katonai ágyal, de nem kellett semmire felvászni, hogyha ilyen gondolatotok benne. A pályák azok teljesen saját ötlet alapján, maga a téma is. Elég sok kreativitást igényelt azért, hogy kellően színes feladatokat tudjuk csinálni, hogy az egyik pályára átmegy az ember a másikra, és akkor ezt már ismeri, így már ezt meg könnyen tudja csinálni. Témákat illetően ugye most, amit kipróbáltatok, ugye van a katonai, ami egy ilyen orosz kommunista millióbe csöppen bele az ember. Ettől kezdve egészen egy ilyen börtönhangulat, de van romantikusabb Miss Marple, ami egy ilyen detektíves, oknyomozós, vagy akár van egy őrő professzor otthona is. Tehát teljesen különbözőek, ahogy a játékok, úgy magák a témák is.